A hagyományőrző csoportok bevonulása nyitotta meg a 21. sokadalmat a tatai angolkertben. A múlt hétvége a népi hagyományok ünnepe volt a városban. A házigazda Kenderke Néptánc Egyesület meghívását határon innen és túl számos műhely, előadó és iparművész fogadta el. Régóta készülünk magával a program szervezéssel, viszont azt, hogy pontosan milyen szabályoknak megfelelően tudjuk megtartani, ez ugye elmúlt időszakban derült csak ki. Vannak gyerekprogramjaink, felnőtt programok és olyanok, amik családoknak szólnak. Idén egy kicsit más elrendezéssel látogathatják a sokadalmat. Mi mindenképpen szerettük volna, hogy ki tudjunk települni, bár ugye elég rizikós volt így, hogy körülbelül az első rendezvény, amit a városban meg lehet tartani most már. A város is nagyon szeretné, hiszen ez a város egyik ingyenes rendezvénye, és az érintett iskolások, illetve a helyi gyerekcsoportoknak is ugye az zöme itt meg tud mutatkozni, ezért a szülők is örömmel hozzák ide kicsiket, nagyokat, illetve a parkban az árnyas fák alatt a gyermekjátszót is nagyon szokták kedvelni, úgyhogy ezért is nem csak a koncertek miatt szerettük volna, hogyha idén is meg tudjuk valósítani ezt a rendezvényt. Annak, hogy védettségi kártya nélkül látogathatják, azt mindenképpen ennek már ugye nagyon pozitív visszhangja van, és emellett már kaptam visszajelzést, hogy nagyon tetszenek a programok, változatosak, illetve a helyszínek is. Most így, hogy kicsit szét tudjuk tolni magát, azt, hogy hova tudnak ülni az emberek, azt is. Most próbálkozunk egy új elemmel, ez a piknikezési lehetőség. Délután már elég jó árnyék van itt a domboldalunkon, és akik hoznak pokrócot, nyugodtan kitelepülhetnek, és onnan is láthatóak a színpadi programok, úgyhogy ezt lehet, hogy akkor majd a jövőben is kamatoztatni fogjuk. Most már idestova egy év kihagyással is, de 21. tatai sokadalom, úgyhogy azt a hagyományt, amit 20 évvel ezelőtt Kun Katalin volt igazgatóasszony elindított, ezt a hagyományt mi úgy gondoltuk, hogy ezt folytatni kell. Ez nekünk is fontos, fontos a városnak, és fontos az ide látogató kedves vendégeknek, úgyhogy ez mindannyiunk érdeke volt, hogy idén ezt a sokadalmat megrendezhessük. Nagyon örülünk annak, hogy a helyzet úgy hozta, hogy nincsen akadálya, hogy itt legyünk. Annyi változtatást azért csináltuk, hogy egy kicsit széthúztuk a dolgokat, itt bizonyos létszámkorlátokra figyelnünk kell. Ennek fejében cserében nem kell védettségigazolvány, tehát a családok nyugodtan jöhetnek a gyermekekkel, mindenki kikapcsolódhat, élvezheti azokat a programokat, melyeket idén is összeállítottunk. Törekedtünk arra, hogy a megszokott klasszikus műsorok legyenek, a megszokott előadókkal, akiket a közönség már ismer, és hozzunk be új olyan előadókat, akikkel még esetleg nem találkozhattak. Tehát az iskola életében egy nagyon fontos, hogy ezt hagyományt tovább élte, és bízom benne, hogy még sokáig ezt megrendezhetjük. Nehezítette az elmúlt tanévünket, illetve az azt megelőző tanévünket is, hogy nem igazán tudták megmutatni a növendékeink mindazt a tudást, azt a tánc anyagot, amit az előző évben megtanultak. Nem személyesen, hanem online kellett nagyon sok mindent elsajátítaniuk, úgyhogy ez most egy különleges dolog lesz a gyermekek életében, hogy az első nagy megmutatkozás másfél évnyi kihagyás után, az most itt a színpadon lesz, úgyhogy az egészséges izgalom mindenkiben megvan, de a várakozás is, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy végre elkezdhessük rendezvényünket, és mindenki örömére végre táncolhassanak a gyermekek. Mindenki ahogy érzi, hogy minek köszönhető módon, azért vannak itt, lesznek itt velünk Felvidékről, lásd Écsi-Gyöngyi, Erdélyből, Moldvából jönnek hozzánk hagyományőrzők, énekesek, zenészek, úgyhogy próbáltuk azért ezt a vonalat tovább erősíteni, hogy ne szakadjon meg, és igenis Magyarországról, külföldről egyaránt jöjjenek, érezzék jó magukat ők is, és mi is. A hagyományokat folytatva a sokadalomban adták át Tataváros önkormányzatának kitüntetéseit a kimagasló művészeti eredményekért. Mintegy 50 tatai diák és felkészítő kapott elismerést, mind a csoportosan, mind pedig az egyénileg elért eredményekért, országos és regionális versenyekről elhozott kimagasló helyezésért. Nagyon örülünk neki, hogy végre személyesen találkozhattunk ezekkel a fiatalokkal, akiket most is díjaztunk. Az előző évben is ez megtörtént, de akkor nem volt
módunk, hogy ilyen módon személyesen adjuk át nekik a díjakat. És úgy gondoltuk, hogy ugyan rendhagyó éveket tudhatunk magunk mögött, és valóban talán kevesebb olyan lehetőségük volt, ahol megmutathatták a tehetségüket és a kiemelkedő teljesítményüket, de ennek ellenére a rendhagyó, rendkívüli körülmények között sem feledkezhetünk meg a kiemelkedő munkáról, a tehetségről, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy az idén visszatérjünk a hagyományos keretekhez, és itt a Sokadalom megnyitójának a keretében kerítsünk sort arra, hogy a művészeti díjakat átadjuk. Most közel 50 tanár, illetve diák kapta meg ezt az elismerést. Nekik sok szeretettel gratulálunk, a további munkájukhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és természetesen az előttünk álló nyári szünidőre pedig jó pihenést és feltöltődést, hogy aztán ősztől remélhetőleg a személyes oktatás keretei között minél több alkalommal meg tudják mutatni a tehetségüket, itt Tatán a helyieknek is, és persze országos vagy akár nemzetközi szinten is, hogy milyen kiemelkedő teljesítményekre képesek. A tatai Sokadalom szervezői a kezdetektől arra törekedtek, hogy a hajdani nagyvásárok hangulatát idéző forgatagban minden korosztály számára minőségi kikapcsolódást nyújtsanak a tradíciók jegyében. Ilyenkor a népi hangszerek és mestereik is bemutatkoznak. Nagyon jó közösség van itt a Kenderkébe, a kollégák, szinte barátok, családias légkör van a Kenderkében, én nagyon szeretek itt lenni. A mai produkcióm egy tág, hát egész Kárpát-medencére szinte kiterjed, lehet dunántúli, alföldi, szatmári, felvidék, ugye itt a szomszédba Tardoskedről is hoztam dalokat, de egy-két erdélyi dallam is felcsendül majd. Nekem tetszik ez a forgatag, mind a szinonimája a Sokadalomnak. Népi kultúránknak a megélése, színpadra tétele, de viszont itt van, hogy a bazárban mindenféle csecsebecse, kézműves termékek, közben táncházak, borkóstolás, sok minden egybefűz, és ez mind a hagyományhoz kapcsolódik. Thank you.
Én óvodásként kezdtem az egész zenélést, és akkor onnan döntött. Utána folytattam művészetiskolában, majd úgy döntöttem, hogy én elmegyek ezt tanulni, mert ezt szeretném továbbadni. Én a citera hagyományt, ezt a kultúrát szeretném továbbadni az ifjú nemzetéknek, és hát ha lesz más is, aki ezt úgy éli meg, hogy tovább viszi, vagy esetleg a családjában felhasználja egy közös éneklésre, vagy ahogy itten volt, hogy rengeteg kis családos van, és együtt énekelnek, mi egymás, és akár egy hangszer is előkerülhetne otthon, könnyű a gyerekeket becsapítani. Ugye már rögtön elsőnek sikerélmény van az, hogy megpendíti a hangszert, és már zeng, ez már rögtön egy sikerélmény a gyerekeknél, és így utána mindenki ki akarja rögtön próbálni. Természetes utána a gyakorlás, mi egymás hangok elsajátítása, technikáknak, különböző technikák fejlesztése, és akkor egy szép muzsika alakul ki. Megyénkben az elmúlt években a népzenei oktatás újra felvirágzott, a sokadalomban így a fiatalabb muzsikus generáció is ízelítőt adott tudásából. A helyi művészeti együttesek mellett a Forgó Rózsa Népművészeti Központ és a Rédei Alapfokú Művészeti Iskola vonós tanszakának zenészei is felléptek a népzenész növendékek színpadán. Ez az egyik legnagyobb lehetőség az évben, hogy a tatai, és nem csak a tatai, hanem a megyei népművészetet is bemutassuk. Mi a Pötörke részéről mindenféle módon készülünk. Délután a néptánc csoport a legnagyobbak fognak szerepelni. Két koreográfiával is, szólistát is hozunk, illetve most a népzenei blogban a 7 éve folyó néptáncoktatás gyümölcse lesz hallható, látható. A vonósok Szabóné Botján Ildikó, Szíj Gábor és Szabó Marcell tanításával fognak hát elég sokan fellépni, és Illés Gábor tanítványai, furujások szintén, furuja gardon összeállításban szintén szerepelni fognak. Köztük az énekeseink, akik a népzene oktatáson belül a népi ének oktatásra járnak, ők is kiveszik a részüket a bemutatóból. A Pötörkében ez a kb. 160 fő, 7 néptánc csoportban mondhatom így tömörül, az óvodásoktól egészen a felnőttig. És a zeneoktatás nincs korosztályra, ott inkább a haladási szint szerint vannak a gyerekek, meg a hangszerek szerint vannak osztva, de hát gyakorlatilag minden korosztály most megtalálja itt a számítását. Amikor teljes leállás volt, az megviselt minket is, de amikor volt valamiféle létszám alapon megvalósítható tevékenység, akkor csináltunk kamaraszámokat, kamara jellegű produkciókat. Vagy például elkészítettük Solymos Ákosnak a vezetésével egy gyönyörű fotó sorozatunkat a népviseletben vagy hangszerrel. Tehát olyasmit csináltunk, amit lehetett, és a múlt héten volt egy első megyei néptáncfesztivál Tatabányán, az Agorában, és ott már két produkcióval meg tudtunk jelenni. Tehát azt gondolom, hogy amennyire lehetett, mi szinten tartottuk magunkat. Jövő héten kezdődik a néptánctáborunk, népzenetáborunk itt Tatán, amire 70 résztvevőt várunk. Táncosok, alsótagozatosok lesznek, és az itt hallható zenészek fognak még összejönni egy hétig, napközis jelleggel is zenélni. És amit még elmondanék, hogy a tűzugrásunk 25-én pénteken
hát amikor már nincs olyan nagyon meleg, 7 órától, és 9 körül utána megy le a nap, úgyhogy akkor lesz a lényeg a tűzugrás. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit erre a rövid kis tűzugrásra Szent Iváné alkalmából. A vásári forgatag különleges színfoltjai voltak azok a népi iparművészek és mesterek, akik nem csupán portékájukat, hanem annak hagyományos készítési módját is megmutatták a látogatóknak. Kis tányérok készülnek most, amit így dísznek falra, vagy esetleg salátának, ilyesminek tudnak használni majd az emberek. Hát nagyon sok mindent próbáltunk hozni. Újdonságok is vannak a szekéren, ami még nem volt. Most a műhely úgy alakult, hogy fejlesztés alatt van. Sikerült egy dizájnpályázatot megnyernünk, úgyhogy most már porcelánok is találhatók a szekéren. Természetesen a tatai minta az most is jelen van minden edényen, és próbálunk ilyen fejlesztéseket is bevinni, újdonságokat a mai korhoz igazítva. Mint minden évben idén is lesz nálam gyerektábor. Ez egy napközis tábor, most június 30-ától július 5-ig várom majd szeretettel a helyi és környékbeli gyerekeket. Ennek mindig nagyon nagy sikere van, ugye hétvége felé már abból lesznek, amit ők saját kézzel csinálnak, kis tányérokat, poharakat. És hát a legnagyobb projekt az most nyilván az Eszterházi kastélynak a készlete volt, amiben dolgoztam az elmúlt hónapokban. Oda készültek hagyományos, az Eszterházi motivumok formakincs alapján készült edények, amiket meg lehet tekinteni a kiállításban is, és meg is lehet vásárolni pár darabot. Érdekli az embereket, igen. Sőt, most az előbb volt egy úriember, aki mondta, hogy kemencét épített otthon, és mivel kaolint vásárolt hozzá, hogy ugye összeépítse a falazatanyagot, így abból próbálkoznak majd a gyerekek első körben otthon, és hát lehet, hogy jönnek a táborba, és akkor fejlesztik azt a próbálkozást, amit otthon elkezdenek. Folyamatosak voltak az előadások a szabadtéri színpadon. A Sokadalom háromnapos programját egy nagyszabású néptáncgála zárta, ahol a Bányásztánc Együttes, a Fergeteges Szólótáncverseny díjazottjai, a Csobolyó Néptánc Együttes szólistái és természetesen a házigazda együttesek adtak ízelítőt hazánk tájegységeinek gazdag kultúrájából. Tulajdonképpen ez egy nagyon hosszú és egy elég komplex feladat volt, főleg mert ugye a Kenderke szervezi ezt az egész rendezvényt. Részemről ez egy olyan munka volt, hogy két csoportom lép fel ezen a színpadon ma délután. Lesz egy bukovinai koreográfia, és lesz egy széki férfi tánc viselet, ami rögtön a néző szeme elé kerül. A szalmakalapos férfi emberekről meg lehet ismerni, a kék lajbiról, és egy ilyen nagyon-nagyon kemény kiállása van a fiataloknak, úgyhogy én már alig várom, hogy csináljuk.
több dolgot szeretnénk mutatni a közönségnek, előadói attitűdben is, vidámságban is, élményekben is, és jó táncokban is gazdagom. Környék szinte összes néptáncosát megszólítja, és egy ilyen hatalmas családként tudunk ünnepelni, és olyan szinten tudunk gyakorlatilag egy összekovácsolódni, ami még plusz egy évvel így megadja a savaborsát a munkánknak. Úgyhogy szerintem ez a fajta családias légkör és ez az összetartozás érzés az, ami igazán az értéke. Yeah.
Nagy kihívás volt ezután az idő után színpadra állni, de annyira lelkesek voltak a gyerekek, hogy egyszerűen nagyon partnerek voltak abban, és akartak ők is. Úgyhogy rengeteg próbánk volt, és láthatnak székelyföldi koreográfiát, láthatnak szólóprodukciókat is. Egy szólótáncversenyre készültünk volna, de ugye az elmaradt, és akkor most végre be tudják mutatni, amit tanultak eddig. Rengeteg idő. Tehát ez nem a néptánc órának a keretein belül van a nagy együttesnek az óráján, hanem pluszban még külön bejönnek a gyerekek, hogyha
párban táncolnak, akkor páros anyagot tanulni, ha pedig férfi táncot, akkor férfi, tehát szólóban, és ez mind az ő szabad idejükből megy el, és ez nagyon-nagyon sok idő és nagyon sok munka, de mind megtérül, mert az az élmény, amit megélnek a színpadon, és átélik azt az életérzést, az felbecsülhetetlen és nagy érték.